Hagyomány már a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnáziumban, hogy tavasszal és ősszel a diákok képzőművészeti alkotásaiból tárlatot rendeznek. A mostani kiállítást több év anyagából válogatták, ami egységes tematika alapján készült, festett üvegablakok terveiből. A kiállítás megnyitója Horváth Hanna az iskola végzős növendékének előadásával vette kezdetét. Parfümök százai, virágok álmai, éres kés, kesernyis, méz, édes felejtés, rózsa és leander, parfüm, üveggel, hóelkábít, mirha és mandula, kis helyre bezárva, orgonák, violák, titkos kis fiolák, percenként, egyenként, próbálom cseppenként, hóelbódít, most mind kidobom, torsz tükröm elhajítom, kabátom szárnyra nyitom, léleke szabadon szélre pít, a nap hevít, néha megsebzett felhőkből sírsz, ha ég az ősz, hujámat szőz, szépen benédesen, füstösen szédülten száll az élet illata. A tárlatot Kocsisáron a gimnázium hitéleti igazgató helyettese nyitotta meg, aki a festett üvegablakok különleges jelentőségére hívta fel a figyelmet. Az elmúlt éveknek ez egy olyan kincse és tárlata, amelyik talán az egyik legszebb és az egyik legnagyobb pontosságot, legtöbb munkát igénylő alkotásait sorakoztatja fel. Láttunk már az elmúlt években számtalan technikával, számtalan tematikával és módon elkészült alkotást a diákság keze munkája nyomán, és azt gondolom, hogy mindegyiknek megvan a maga szépsége, de ezek a festett üvegablak témák, illetve tervek, ezek talán az egyik legnagyobb pontosságot, és talán nem mondok titkot vele, hogy a legnagyobb időt igénylő alkotásokat jelent. A festett üvegablakok hosszú évszázadok óta az egyik legelterjedtebb és leglenyűgözőbb díszítési módszere a nagyszabású épületeknek. Különösen a templomokon és katedrálisokon elterjedtek, de manapság is használatosak. Nem kell túl messzire mennünk, hiszen a városunkban helyet kapott Pituk gyűjtemény alkotója, Pituk József Viktorián a 20. században készítette el a budapesti Szent István Bazilika csodálatos festett üvegablakait. Amikor egy templomba belépünk, ahol festett üvegablakokat találunk, akkor bizonyosan több ez, mint egyfajta építészeti, művészeti, kulturális érdeklődés. Van az emberben ilyenkor egy spirituális, lelki élmény utáni vágyakozás. Van egy olyan pillanat, amikor a templom csendjébe belép az ember, amikor találkozhat Istennel, talán még inkább lelke csendességében. Ezek az elkészült festett üvegablakok többségében akár lehetnének egy-egy katedrálisnak, egy-egy templomnak ablakaiba is beépítve, beállítva. Mondjuk azért, hogyha megnézzük témájában, lehet, hogy a vasember kevésbé tudna elhelyezkedni, és kevésbé találnánk meg a helyét, de talán a rókának is nehezen lehetne megtalálni, és hogyha még körbenézünk, akkor tudnék mutatni egy-két a szinkretizmusba hajló, vagy éppen többféle vallásnak jelképét össze egymásba építő alkotást is. De mindenképpen ahhoz, hogy egy ilyen ablak előtt az ember elcsendesedjen, kell még egy plusz dolog, hiszen kívülről jövő fényre van szükség. Annak a fénynek a szükségessége elengedhetetlen, amelynek át kell ragyognia ezeken a festett üveg darabkákon. És ebből kirajzolódva elénk tárulhat az a kép, amit tartalmaz maga az ablak, és valahol bennünket is megvilágít. És hogyha jobban belegondolunk, akkor valahol az Isten élményünk az ilyen. Ő kívülről megvilágítja az életünket, és az rajtunk is nyomot hagy, ránk is fényt és színt vetít. Valahogy így kell az ember lelkének is megélni a művészetnek és az Istennel való találkozásnak szépségébe. Kell, hogy jöjjön kívülről egy szépség, kell, hogy jöjjön kívülről egy fény, egy világosság, ami átszűrődve a mi életünkön valahogy és valami csodálatos módon képes arra, hogy gyönyörűséget szerezzen számunkra. Azt kívánom, hogy mindannyian lássuk meg ezekben a képekben azt az apró pici momentumot, amely szükséges ahhoz, hogy felfedezzük az igazi szépséget. Talán lássuk meg benne azokat a bennünket megvilágító szépségeket és életünket megvilágító szépségeket, amivel boldogabbá válhat talán egy pillanatra, talán hosszabb időre is a mi életünk.
És talán egy picit fókuszáljunk azokra az apró töredékekre, fragmentumokra, darabokra, amelyekből ezek a képek összeállnak. Hiszen valahol az emberi közösségeink, társadalmaink ugyanígy apró, egyen-egyenként álló individumokból tud kirajzolódni. Hisszük és reméljük, hogy ennek a gimnáziumnak ilyen apró alkotóelemei azok a diákok és pedagógusok, és azok a szülők, azok a családok, akik ehhez a közösséghez tartoznak, és azt reméljük, hogy ennek a városnak mi magunk is tudunk lenni egy színes eleme, tudunk lenni egy olyan eleme, amelyen átragyoghat a mennyei fény, átragyoghat az Isten szeretetének fénye. Rogyogjon át úgy is bennünk, mint amelyek a művészeti érzékünket, értékeinket, művészeti érdeklődésünket világítják meg és színesítik, és ragadjanak meg bennünket ezek a képek úgy is, mint hogyha oda képzelnénk magunkat az elé, az ablak elé, amely előtt talán Dániel is térdelt, aki az messzi otthona felé fordulva, Jeruzsálem felé magasztalta Istent és imádkozott. Még akkor is, amikor nehéz volt, még akkor is, amikor számonkérésnek volt előzetese, még akkor is, amikor bajba kerülhetett, amiatt, mert vállalta hitét és meggyőződését. Mindenki, aki alkot, aki vállalkozik valami letételére, az valahol ezt a kritikát, ezt a nehézséget is vállalja, ezt a kihívást is fel kell, hogy vállalja. A Körös és Diákok tárlata október 26-áig tekinthető meg a Művelődési Központ Kiselőcsarnokában.